Milánói Magyar Pavilon, testvérvárosi találkozó, nőtt a szálláshelyek forgalma, tiszaőrsi tésztakészítők. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 17-én 18 óra 5 perckor. A turisztikai fejlesztésre kijelölt Erzsébet-ligetben épül fel a 2015-ös milánói világkiállítás magyar pavilonja, amely egy komplex turisztikai és szabadidős fejlesztés központi eleme. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő az első perctől kezdve támogatta a milánói pavilon Karcagra kerülését. Hol tart most ez, kérdeztük tőle. Karcag város önkormányzata a milánói pavilon újrahasznosítására, újraépítésére egy pályázati lehetőséget nyert meg, utána pedig azokat a pénzalapokat is, amelyek lehetővé teszik, hogy a beruházás megvalósuljon. Az első ütem az közel van már a záráshoz, ezt láthatja bárki, ott a tereprendezés, parkolóépítés, közmű kialakítás megtörtént, most már a téli időszak jön, ilyenkor a munkák szünetelnek, és a második ütemnek pedig a nyilvános közbeszerzése kiírása került. Mindenki láthatja, hogy ez egy nyilvános, átlátható, nyomon követhető beruházás. Én bízom abban, hogy lesz kivitelező, és utána a második ütemmel folytatódott az a beruházás, amely a város számára egy nagy lehetőség, új turisztikai programot jelent, a Kun örökség, keleti örökség megőrzését is elősegítés, ami nagyon fontos, hogy híressé teszi a várost. Látom azt, hogy vannak kifogások a beruházás körül, már hozzászoktunk, hogy ez mindenhol előfordul, de én biztos vagyok abban, hogy mi karcagiak tudjuk azt, hogy ide a városba sikerült egy fejlesztést hozni, aki pedig ezt támadja és kifogásolja, az a városról akar elvenni valamit. Én bízom abban, hogy a beruházás folytatása is ugyanolyan folyamatos lesz és eredményes, mint ahogy azt eddig láthattuk. Karcag városa 2019-ben sikeresen pályázott az Európa Polgárokért Testvértelepülések Találkozója programban. Így vendégül láthattuk Karcag német Schwarzheide és lengyel Krosznó testvérvárosból érkezett 16-24 év közötti fiatalokat, akik karcagi középiskolákkal is találkoztak. A program célja uniós szinten az állampolgárok ösztönzése az európai döntéshozatali folyamatokban történő részvételre, illetve az állampolgárok társadalmi részvételének és önkéntességének fokozása a rendelkezésre álló lehetőség fejlesztésével. A Karcag nagyon-nagyon tetszik nekünk, csak a zöld területe. Ami minket talán összekapcsol, az, hogy a Krasznó-Andzsányszkiről és Karcagról is el lehet mondani, hogy mezőgazdasági város. Krasznó-Andzsányszkiból hiányzik a kézműves műhely, legalább nem ilyen minőségben, mint amilyet itt látunk. Viszont van sok attrakció, nekünk nagyon sok pályázatunk van, nagyon sokszor sikeresen pályázunk, sikerült már megvalósítani, főleg a sporttalálkozót, Schwarzheide is, Karcaggal évek óta dolgozunk együtt. A legjelentősebb uniós pályázaton, amit nyertünk forrásokat az alsóváros, alvárosnak a revitalizációjára. A többnapos programsorozat során a lengyel, német, magyar ifjúság többek között Európai Uniós Vitafórumon vett részt, ahol az EU jövőjéről és az euroszkepticizmus jelentette kihívásról fejtette ki a véleményét. Előzetesen még otthon elkészített 6-8 perces videókat mutattak be a fiatalok, ugyancsak Európai Uniós témakörökben, amelyeknek során a csapatok ajándékcsomagokat kaptak jutalmul. Egy szakmai konferencia keretében városunk civil szervezeteinek alapítványainak, egyesületeinek a működését ismertették a jelenlévőkkel. A munka mellett a kikapcsolódás is szerepet kapott. Lengyel és német idegenvezető kalauzolásával megismerkedtek Eger városával, de az Akácliget gyógy- és strandfürdőben is pihenhettek. A mozgás is szerepet kapott a programban táncház formájában. A három nemzet önfeledten robta a táncot éjszakába nyúlóan. Az ifjúság sok élménnyel gazdagodva köszönt el egymástól, a legközelebbi viszontlátás reményében. Háromféle helyről érkeztek. A Schwarzheide-i önkormányzatnál vannak szakmai képzésen sokan.
egy pár tanulója a Schwarzheide gimnáziumnak, illetve az ottani gyárnak, a BASF-nek a kiképzendő tanulóit. Nagyon fontos, hiszen hogy Európa nem egy ország, hanem több ország szövetsége, és egymás kultúráját meg kell, hogy ismerjék, a fiatalok főleg, hiszen ők a jövő. Elég sok lehetőség van arra, hogy az Európa Uniótól támogatásokat kérjenek le, de helyi szintű támogatások is jellemzőek. Legfőképpen az a jellemző, hogy a fiatalságot nagyon támogatják, ugye fejlesztik az óvodaprogramot és az iskolai programokat, ezzel is ugye hozzájárulnak, hogy a testvérvárosok is következőleg is találkozhassanak. Először is le kell szögezni, hogy nagyon le van nyűgözve a magyar vendégszeretettől. Ez nagyon tetszett neki, hogy olyan jól fogadták itt az emberek őket. A kis város látogatásunk közben megismerkedtek a nagyon szép templomainkkal, épületeinkkel, illetve a szobor alkotásokkal. A Dirinében tartott kézműves esten Schwarzheide és Krosno Odranskije vezetői is beszámoltak a jelenlevőknek arról, náluk milyen Európai Uniós forrásokból valósulhattak meg beruházások, milyenek az oktatás feltételei és helyi gazdasági bemutatás után karcagi kézművesek munkáival ismerkedtek meg. A külföldi vendégek száma 9,2%-kal, a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 10,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A külföldi vendégszáma 9,2%-kal, a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 10,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A belföldi vendégek száma 3,4%-kal nőtt, a vendégészakáké 0,8%-kal csökkent. Összességében a vendégek száma 6,2%-kal, a vendégészakák száma 4,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele folyóáron 9,8%-kal, ezen belül a szállásdíjbevétel 9,9%-kal emelkedett. Tisza Szent Imre párját ritkítja az a farm, amelyet Tisza Szent Imrén alakította ki az elmúlt évek során. A közmunkaprogram keretében egymásra épülő tevékenységeket folytatnak. Tojást elsősorban a Tiszaőrsi Barázda Szociális Szövetkezet, a környező települések önkormányzati konyhái és a saját önkormányzati konyhánk használja fel, valamint a tésztakészítő egységük ellátása a cél. A tésztákat a karcagi morgócsárdában is meg lehet kóstolni. Boroni Nagy Erikával beszélgetünk, hiszen a tarhonyát, amelyet önök állítanak elő, újra gondolták egy kicsit. Milyen volt más köretként megkóstolni? Nagyon-nagyon ízletes volt. El se tudtam képzelni, hogy ebből ennyire finomat ki lehet hozni. Hát nyilván a Zsófi az önnek mestere, és ezt meg is tapasztalhattuk, de úgy láttam, mindenkinek nagyon ízlet. Úgyhogy elviszem a Irét Tiszaőrsön, most már majd ilyet is készítünk. És egyébként Tiszaőrsön fognak összetermelőket, vagy inkább csak az önkormányzat foglalkozik ilyennel? Hát a száraz tészta készítéssel nem is az önkormányzat, hanem a Barázda Szociális Szövetkezet. Ez ugye a közfoglalkoztatásból nőtte ki magát, és nagyon sokféle tésztát készítünk, nagyon sok helyre szállítunk, de szeretnénk még több helyre eljutni, mert nagyon jók a termékeink. És egyébként most itt látva, hogy mi minden készül itt a megyében, hiszen készül erről egy jegyzék is, van olyan termék, amire most úgy érzi, hogy képes lenne az ön települése is nem sok befektetéssel bővíteni esetleg a palettát? Hát itt megjelent azért nekünk a kecske sajtunk is, a sajtot abból készül, tehát nálunk egy sajtüzem is van, úgyhogy szerintem azon ritka önkormányzatok vagyunk, akik munkahelyet tudtak az elmúlt években teremteni, mert 11 ember tud nálunk munkatörvénykönyv szerint most már dolgozni, és nem közfoglalkoztatottként. Én nekem nagy álmom az, hogy a településen úgymond visszaállítsuk, felélesszük újra ezt a háztáji gazdálkodást, hogy az emberek ebbe minél többen bevonódjanak, és rájöjjenek, hogy hát egy kis kiegészítés az jól jön, meg nem mindegy, hogy mi kerül a gyerekek tányérjára, az asztalra. Otthon se, és a közétkeztetésbe sem.
Hát akkor sikeres munkát kívánunk önöknek, és hát azt, hogy legyenek ismertebbek máshol is az önök termékei, nem csak ott a környezetükben. Nagyon szépen köszönöm, így legyen. Közeledik a karácsony, lassan elkezdik beszerezni a fenyőket. Milyen típusú fenyőket árul, miért keresnek, milyen árakban vannak a különböző fenyő? Lucfenyő, ezüstfenyő, normandfenyő és ennek a töves változatát áruljuk. A lucfenyőt az 2500 forintért adjuk méterét, az ezüstfenyőnek 3500 forint métere, a normandfenyőnek pedig 5000 forint métere. A töves fenyő viszont egy métertől másfél méterig 5000 forint per darab. Hát a lucfenyő és a normandfenyő a legkelendőbb. A lucfenyőt a kispénzű emberek viszik általában, a normandfenyőt viszont azok az emberek, akik nem szeretnek takarítani, és nem hullajt a levele a normannak. Uh-huh. Szokott-e, vagy volt-e arra példa, hogy ajánlani kellett valakinek, tehát most nyilván nem tőzpárcok függvényében, akár gyermekek miatt a családban, hogy miért vigyenek, vagy magasságban milyeneket szoktak előnybe részesíteni? Hát az attól függ, hogy milyen nagy a gyerek, de általában szoktuk ajánlani. Milyen fenyőt? Milyen magas fenyőket szoktak általában vásárolni? Hát ez lakásfüggő. A kisebb lakások a kicsiket, a nagy lakásokat a nagyokat. A megmaradt fenyőkkel mit kezdenek? A töves fenyőket azokat elültetik tavasszal, a normand fenyőket viszont a világboltosok elviszik. Koszorulnak, mert sajnos halálesetek is vannak, a kisebbeket viszont ledarálják. Ez egy méter 40 centi. A választék van. Luc, Norma, ezüstfenyő, mi minden évben ezüstfenyőt veszünk. Milyen magas szokott lenni? Hát olyan másfél méter, másfél-két méter. Mikor szokták beszerezni? Előtte egy héttel, az ünnepek előtt. Mindig erre a helyre járnak? Mindig. Körülnéznek, akkor a unokák gyermek. Egy unokám van, három lányom, ilyenkor a család karácsonykor összejön. Szívesen várjuk nagy szeretettel őket. Hogy mikor vesszük meg a fenyőfát? Hát szeretjük azért időben megvenni, hogy még tudjunk válogatni, hogy a választék között tudjunk keresgetni. Mivel kertes házban lakunk, a fűtést egy kicsit tudjuk szabályozni, szeretünk minél nagyobb fát, hogy minél tovább örülhessünk a fényének, a szépségének. Szoktunk nagyobbat, két méter egy nehány centis fát venni. És hát, hogy miért? Nem a legdrágábbat, talán nem a legolcsóbbat. Szép legyen is, és mutasson a dísze. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!